érdek és a közszolgáltatások biztonságához fűződő érdek érvényesülése külön védelmet kapjon. A bizottsági ülésen egy ismert mezőgazdasági felszámolási botrány a Hajdubét kisemmizett libatenyésztői megemlítésével került gyakorlati bemutatásra, hogyan is lehetett a vagyon átjátszásával a Wallis RT-nek egy állattenyésztési ágazat piaci pozícióit romba dönteni, amikor is a kistermelők sokasága ment tönkre, és szégyenteljes tragédia, hogy sokan közülük az öngyilkosságba menekültek. Ami a törvényjavaslat szempontjából fontos tapasztalat a Hajdubét ügyben, az pedig az, hogy amikor a bíróság által kijelölt felszámoló az eljárás során a termelők érdekében kezdeményezett intézkedéseket, no, akkor a tulajdonosok azonnal egy nap alatt áthelyezték a céget Hajdubiharból Bács-Kiskun megyébe, ahol az új illetékes bíróság által kijelölt új felszámoló már a, nem meglepetés, a Wallis érdekeit tartotta fontosabbnak. Tudjuk a történet végét, a termelők sokasága ment tönkre, nem került sor kártérítésre, és a Hajdubét vagyona máshova vándorolt. Tisztelt képviselőtársaim, a törvénymódosítás támogatásával a hasonló események megelőzésére intézményesült megoldást adhatunk. A mezőgazdasági bizottság többsége épp ezért a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, a kisebbségi véleményt Gőgös Zoltán képviselő úr fogja megfogalmazni, akinek meg is adom a szót. Kérem, hogy tegye föl a mikrofont, képviselő úr, látom beakadt, úgyhogy ez gondot jelent. Köszönöm szépen. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr, a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Tegnapi napon tárgyaltam a mezőgazdasági bizottság ezt a törvényjavaslatot, és az volt a véleményünk, hogy ez a törvényjavaslat ez nem szolgálja azt a célt, amit az előterjesztők ebbe számunkra leírtak, és hát ha valaki megkapta, gondolom mindenki megkapta Transparency Internationalnak a 9 oldalas kritikai észrevételeit, akkor nagyon nem kell indokolnom, hogy miért mondtuk mi erre a törvényjavaslatra, hogy nem. Ugye a legnagyobb bajának a törvényjavaslatnak az, hogy a végrehajtási szabályok ismerete nélkül hozunk most olyan döntéseket magántársaságok esetében, ahol gyakorlatilag az államnak szabad kezet adnánk arra, hogy csőd és felszámolási eljárás kapcsán azt csináljon, amit akar. Ez egy elég durva beavatkozás az állam részéről a gazdaság életbe, de ez már úgy látom nem meglepő, hiszen nagyon sok ilyen jellegű törvénnyel fogunk ma itt találkozni a parlamentben, hogy a késő este majd azzal is többek között, hogy ha nem emel bért, akkor igen szigorú büntetést kap. De ez abban a sorban illeszkedik, hiszen itt megint egy hatalom túlterjeszkedésről beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy amennyiben az állam kiemelt fontosnak tart bizonyos vállalkozásokat gazdasági értelemben, akkor más megoldása is van, mint az, hogy a saját kezébe vegye, és saját magáltal kijelölt szervezeten vagy személyen keresztül próbálja érvényesíteni az akaratát. Én azt hiszem, voltak arra az elmúlt időszakban példák, hogy amennyiben országos jelentőségű vagy térségi jelentőségű cég felszámolás alá került, akkor igenis volt az államnak olyan lehetősége, hogy segítse ezt a folyamatot, segítse mondjuk azt a dolgot, hogy ez tovább működhessen. Erre nagyon sok példát tudnék hozni a mi időszakunkból, hál' Istennek jó példákat. Inkább ebbe az irányba kellene gondolkodni az államnak továbbra is, és nem abba, hogy a hatalmát ilyen értelemben kiterjessze és túlterjessze, és hát egy elég homályos és átláthatatlan szabályrendszeren keresztül mazsolázgasson csőd és felszámolás alatt levő vállalkozások között. Én azt javaslom mindenkinek, aki még nem olvasta, az olvassa el a nemzetközi ezzel a területtel foglalkozó szervezetnek a véleményét. Itt van nálam egyébként, hogyha kíváncsiak rá, képviselőtársaim, szívesen oda tudom adni. Abban nagyon részletesen leírják, hogy ez miért nem jó ez a törvénykezés,
És hát az meg csak hab a tortán, hogy ez megint úgy kerül elénk, hogy önálló indítvány, és akkor innentől kezdve szinte semmi idő arra, hogy mondjuk érdemi egyeztetést végezzünk az érintettekkel, azzal a körrel, akik most hasonló tevékenységet végeznek. De hát ugye a tegnap este után, amikor a barlangok okán a Magyar Agrárkamaráról is szavaztunk, én most már semmiről nem lepő, de minket már nem nagyon lep meg semmi, de az is látszik, hogy pont ezek azok az ügyek, ami egyértelműen azt mutatják, hogy a jelenlegi kormányzó pártok semmibe veszik a parlamentnek a működését, és én azt szeretném, hogyha ez a rendszer ebben a nagy forradalmi hevületnek most már lassan vége lenne, és mondjuk az őszi törvénykezési időszakban már nem így csinálnánk ezeket a törvényeket, hogy mondjuk a bizottsági ülés 9 órakor van, és akkor előtte hétvégén, vagy jó esetben hétvégén, de van, mikor a bizottsági ülés előtt 4 órával látunk meg ilyen típusú gazdasággal foglalkozó, meg nem csak gazdasággal, hanem más területekkel foglalkozó törvényeket. Úgyhogy ennek alapján mondom azt, hogy a mezőgazdaságban, a kisebbség, mezőgazdasági bizottságban ezt a törvényjavaslatot nem tartotta alkalmasnak általános vitára, és én azt is kérem, azóta megjelent különböző vélemények és információk alapján, hogy az előterjesztő ezt vonja vissza. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtársaim, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót. Elsőnek Tóth József képviselő úrnak a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr! Elnök úr, köszönöm a szót! Tisztelt képviselőtársaim! Ugyan nem vagyok cégjogász, sőt jogász sem, de azért engedtessék meg, hogy az előttünk lévő törvényjavaslattal kapcsolatban néhány gondolatomat elmondjam. Ha jól emlékszem, 1988 az év, amelyben megalapítottuk, vagy illetve hát megalapította az akkori parlament a gazdasági társaságokról szóló törvényt. A gazdasági társaságok az azt elkövető időszakban a legkülönbözőbb céllal és tevékenységi körrel jöttek létre. Ezeknek a társaságoknak a száma összefüggésben a konjunktúrával vagy a dekonjunktúrával hol csökkentek, hol növekedtek. Az állami tulajdonú cégek száma is egyre szaporodott az elmúlt időszakban, és az állami tulajdonú cégek között is különbséget kell tenni. Rogán Antal képviselőtársunk az elmúlt héten nyújtotta be a nemzetgazdasági szempontból, és itt a két jelzőt használta a címben, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolási eljárásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslatot. Hát a javaslat egyébként meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíthető gazdálkodó szervezeteket. Ezek közé tartoznak azok, amelyeknek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai, energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közegészségügyi, közműszolgáltatási, infrastruktúrafejlesztési, kulturális örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági, kutatásfejlesztési, népegészségügyi vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a bel- és külgazdasági foglalkoztatás politikai szempontból kiemelt vállalkozásnak tekinthető. Ugyanúgy kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet is, amely nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósít meg, illetve amely meghatározott országos közfeladatot lát el. De ugyanígy kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet is, amely nagy összegű állami szerkezet átalakítási támogatásban, hitelgaranciában, kezességvállalásban,
vagy exporthitel biztosításban részesült, vagy koncesszióköteles tevékenységet folytat, és az említettekkel összefüggésben az állammal vagy az állami szervvel jogviszonya áll fenn. Vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíthető mindazok a cégek, amelyeket a törvény nem sorolt fel, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat. A törvény céljáról Román István képviselőtársunk nagyon jó összefoglalót adott, amelyet a mezőgazdasági bizottság már támogatott. Végül is a részletes indoklás mindössze 3 paragrafusban foglalja össze a törvényjavaslat lényegét, amely úgy szabályozza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt vállalkozások csőd vagy felszámolása esetén követendő szabályokat, hogy az eltérések csak ott indokoltak, ahol ezen vállalkozási kör tevékenységének sajátos jellege, stratégiai biztonsági megfontolások vagy közszolgáltatásokkal összefüggő szempontok ezt indokolják. A kormány minden esetben mérlegel, amikor fizetésképtelenségi eljárás alá került vállalkozást ebbe a kategóriába sorol. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt vállalkozások vagyonfelügyelőjeként, felszámolójaként állami felszámolótársaság jár el, amely feladatra a kormány csak ilyen tevékenységi profillal rendelkező, kizárólagos állami tulajdonban álló non-profit gazdasági társaságot jelölhet ki. A javaslat főként a felszámolási eljárásra nézve mond ki sajátos szabályokat, amelyek azt célozzák, hogy az állami felszámoló a leggyorsabban, a leghatékonyabban dolgozzon, ugyanakkor azonban jobban tudja segíteni az egyességkötést a felszámolási eljárásban is. Az egyességkötés elősegítése azért kiemelt feladat, mert elősegíti a fizetőképesség visszanyerését, lehetővé teszi a reorganizációt, a munkahelyteremtést. Tisztelt képviselőtársaim! A leírt törvényjavaslat és az elhangzottak figyelembe vételével arra kérem önöket, hogy támogassák a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszólaló Göndör István képviselő úr az MSZP képviselőcsoportból. Képviselő úr, megadom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Általános vitában vagyunk, ezért megtehetem, ha csak a tegnap estére hivatkozok, tehát ez már a sokadik törvény, amit Rogán Antal képviselő úr jegyez, aztán az általános vitában még csak néhány percre sem jelenik meg. Valaki dublőrként helyettesíti, aki utólag bevállalja, hogy benyújtója még a törvényjavaslatnak, de valójában ez a folyamat nem szól másról, mint csak arról, hogy kiátszani a jogalkotásról szóló 2010. évi 130-as törvényt, mely szerint különböző egyeztetéseket kellene lefolytatni a kormánynak, mert ezek a javaslatok nyilván valahol a kormány bugyraiban, a kormány berkeiben készülnek, de még tovább megyek. Mivel itt is hivatkozás van kormányrendeletre, és ugyancsak a hivatkozott jogszabály azt mondja, hogy ezeket a rendelkezéseket egyidejűleg kell hatályba léptetni, amelyek a végrehajtásra irányulnak. Sajnos ez nem valósul meg. Ez a törvényjavaslat egyébként ugyanúgy része az Orbán kormány átverő politikájának, mint az azt megelőző számtalan törvényjavaslat.
Szeretnék csak arra hivatkozni, hogy gyönyörű és hangzatos kifejezések hangzanak el. Ez nem más, mint amikor Felegi miniszter úr dicsimnuszt mondott itt a házban a MOL 21%-os részvénypaketjének megvásárlásáról, de arról mélységesen hallgatott, hogy ez a 21%, ez mindössze 10%-nyi szavazatot jelent, tehát semmi nemű befolyást nem ad a kormány számára, csak a közpénz elköltését. Tehát itt is adósságrendezés, hitelezőkkel való elbánás, szakmai kontroll, tehát szuperlatívuszokba nincs hiány. Tisztelt képviselőtársaim, mi történik valójában? Miről szól ez a törvényjavaslat? Kezdjük ott, hogy nagyon durván beavatkozik a piaci viszonyokba. Durván beavatkozik a piaci viszonyokba, mert a kormány rendelete egy csőd vagy felszámolási eljárást követően születik meg arról, hogy a kormány az adott vállalkozást a maga számára érdekesnek tartja, vagy sem, függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás többségi állami tulajdonba, vagy kizárólagosan magánemberek tulajdonába van, erre a vállalkozásra is azt mondhatja, úgy, ahogy az előttem szóló képviselő, és engedjék meg nekem, hogy az időkeret rövidsége miatt azt a hosszú felsorolást ne tegyem meg, ami megint csak arról szól, ha valaki belenéz, és én csak az utolsó sort emelném ki, ami minden olyan cég, amely a fentebb nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet folytat. Tehát az a hosszú-hosszú felsorolás, amit Tóth képviselő elmondott, azt még megtetézi ezzel, tehát magyarul a kormány számára nyit egy kiskaput, hogy bárkit, akit úgy érez, hogy az érdek körébe tartozik, vagy tartozhat, azt bevonhatja ebbe az eljárásba. Tisztelt képviselőtársaim, hatályos törvény van a csődeljárásról és felszámolásról, annak a szabályai átláthatók. Ha korrekciót akartak volna végrehajtani, akkor azon az úton mentek volna tovább, hogy az átláthatóság kritériumait erősítik meg. Ez a megoldás, ami itt van, ez még alkotmányos aggályokat is felvet, mert megkülönböztetést tesz. Megkülönböztetést tesz felszámoló és felszámoló között, és gondolják végig, úgy, ahogy az előterjesztő elmondta. Egy olyan felszámoló jelenik meg egy ma szabályozott piaci viszonyok között, aki nem szerepel sehol. Tehát még csak nyilvántartásban sem szerepel. Engedjenek meg itt egy ilyen pici kitérőt, hogy vajon ez a non-profit szervezet mégis miből gazdálkodik? Hadd ne kelljen megválaszolnom. Mert miután más tevékenységet nem folytathat, egyébként én ajánlanám a előterjesztők nevében szóló képviselő úr számára, hogy olvassa már el az új 66. paragrafusnak az 5. bekezdését, és ha ezt értelmezné nekem a vita végén a zárszavába, akkor nagyon örülnék, mert ha ez azt jelenti, hogy ez a non-profit cég, ez pénzügyi tevékenységet, biztosítási, befektetési és tőkealapkezelés, tőzsde, önkéntes kölcsön, hogy ezeket meg folytathatja, akkor nagy baj van. Ha meg ezeket nem kontrollálhatja, akkor hogy van? Már önmaguk szűkítik azt a kört, amit nem akarnak megvizsgálni semmilyen körülmények között. Tehát ezt csak úgy lehet minősíteni, hogy állami segédlettel, kormányzati segédlettel a korrupció erősítése, a lenyúlás megerősítése. Ez a törvényjavaslat, képviselőtársaim, illeszkedik a kormánynak arra abban a magatartási formájába, amely szerint a gazdasági élet minden területére kísérletet tesz, hogy beavatkozzon, egyre erőteljesebben avatkozzon be. Én azt szeretném önöknek mondani, hogy ez már nem azt a célt valósítja meg, amit eredetileg maguk elé tűztek, mert ez így a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás ellen fog hatni. Az, hogy a piacot átrendezi,
Az, hogy egyes felszámolók így kikerülhetnek a rendszerből, akik ezzel hivatásszerűen foglalkoznak, erre apparátusuk van. És amikor azt mondom, hogy a bíróságot is sérti, bántja, és az alkotmányos rendet is veszélyezteti, gondolják végig, megindul egy csődeljárás felszámolás, és ez van írva a törvényjavaslatba, képviselő úr, hogy egy megindult eljárásban a kormány rendelettel kijelöl egy felszámolót. És azok, akik korábban, mondjuk hitelezői minőségükben, már bizonyos a csődeljárási törvényben meghatározott szabályok szerint eljártak, bejelentették az igényüket, önök itt azt írták le, hogy ezeknek igazolniuk kell az új állami felszámoló felé, hogy korábban eleget tettek a törvényi kötelezettségeiknek. Tehát még többlet bürokráciát is határoznak meg. Aztán még tovább megyek. Kérem, hogy egy picit játszanak el azzal a gondolattal, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat, ahol az adós ezek után az állam, de megjelenik az állam, mint felszámoló, tehát milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek azok a kis hitelezők, akikről szó van, és egyfajta kormányzati nyomás alatt lesznek kénytelenek egyességet, alkut kötni annak érdekébe, ahogy ez az állami felszámoló ezt majd számukra meghatározza. Tehát kifejezetten hátrányos pozíciót lehet sejteni abból, ami történik. Azt egyenesen felháborítónak tartom, és hiszem, hogy jogász kollégáim erről külön fognak beszélni, hogy a már folyamatban lévő ügyeknél, tehát a bíróság, aki már döntött, most az a bíróság e hevenyészet törvényjavaslat alapján, majd és egy közbeiktatót, közbeékelődött kormányrendelet hatására kénytelenek, sőt, kötelező számukra megváltoztatni a korábbi döntésüket, és kijelölni az új szervezetet a csődeljárásra. Még egyszer oda hadd térjek vissza, az átláthatóság. Tehát az jelenlegi csőd felszámolásról szóló törvényben a cégközlönyben való közzétételek, határidők, honlapok, ez mind létezik. Ha valakinek gondja van, akkor ezt kellett volna esetleg tovább finomítani, de akkor meg kellett volna mondani, hogy ezzel mi baj van, de ezt nyilván nem tudták megtenni, ezért jött ez a különleges lehetőség, hogy majd kormányrendelettel ezt megváltoztatják. Szeretném elmondani, ha összeadják a határnapokat, akkor azt jelenti, hogy a gyorsítás folyamata sem igaz, mert alapvetően a korábbi és a most itt beemelt 65 és 66. paragrafus szerint ez nem változik. Már egyszer említettem, de én szeretnék választ kapni arra, hogy majd milyen díjazás illeti meg ezt az állami felszámolót, mert erre sehol nincs rendelkezés ebben a törvényjavaslatban. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a megoldás, miközben az előterjesztők arról beszéltek, hogy gyorsabb és hatékonyabb lesz, bizony sem gyorsabb, sem hatékonyabb, hanem a hitelezők kiszolgáltatottabb helyzetét jelenti. Tehát az, amiről a képviselő úr beszélt a bizottsági kisebbségi véleménybe, akár a Hajdú Bét ügyét, én tisztelettel kérném, hogy e törvényjavaslat alapján gondolja végig azt, amit állított, hogy a hitelezők, a kis hitelezők kerülhettek volna jobb pozícióba, csak azért, mert ez a törvényjavaslat mondjuk már akkor meg lett volna. Képviselőtársaim, ez a törvényjavaslat nem más szól, az állami segédlettel biztosított mutyiról és a korrupció eltakarásáról. Ezért a szocialista frakció ezt nem támogatja, sőt, azt kérjük, hogy egyszerűen vonják vissza, ha gondjuk van, akkor a csődtörvényhez, a hatályos és jól működő csődtörvényhez tegyenek javaslatot. Köszönöm szépen a szót, elnök úr!
Köszönöm szépen. Két perces hozzászólásra Bárándi Gergely képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nem szokásom gazdasági törvényekhez hozzászólni, de most mégis megteszem, hiszen, és nem is tartalmi kérdésekről szeretnék beszélni. Azt azonban azt gondolom ki kell emelni, hogy ennek a képviselői önálló kezdeményezéshez pont annyi köze van, mint amennyi mondjuk az Országos Választási Bizottság átalakítására vonatkozó kormány vagy képviselői előterjesztéshez. Magyarán semmi, ez egy burkolt kormány előterjesztés, ahogy képviselőtársam elmondta, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésben így kívánták megkerülni a szakmai és társadalmi egyeztetést, ami önök számára kötelező lett volna. Ha egyébként az lenne a cél, ami le van írva az indokolásban, akkor gondolom, hogy ez nem okozott volna önöknek problémát, annál is inkább, mert a végrehajtásra vonatkozó szabályrendszer még nem áll rendelkezésre, tehát az, hogy ezt gyorsan alkalmazni lehessen, arra gyakorlatilag semmi esély nincsen. Ezzel szemben viszont annak lehetünk tanulni, hogy a valós okok egészen mások. Semmi más, mint a totális központosításnak az egyik eleme és jele ismét ez a törvényjavaslat. Önök megszállták az alkotmányos szerveket, nem kívánom sorolni, sokszor megtettem már itt a ház falai között, és most arra törekszenek, hogy a magánszférát is befolyásuk alá hajtsák. Ennek az első jele Rogán Antalnak a bérkommandója volt, amelyik gyakorlatilag az államnak egy meg nem engedett beavatkozása a magánszférába, és ezt egyébként, ezt a javaslatot fejlesztgetik és csiszolgatják tovább most, és ez, ami most előttünk fekszik javaslat, ez nem más, mint ennek a folyamatnak a folytatása. Én nagyon kérem önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy egy picit gondolkodjanak el azon, hogy helyén való ez. Szóval nem mindig lesznek önök hatalmon, és nem gondolom, hogy az egész állami berendezkedést és állami rendszert úgy kéne átalakítani, hogy az állam mindenható legyen és mindenre rátegye a kezét. Ez a javaslat erről szól, tisztelt képviselőtársaim, arról szólna, ami az indokolásban megfogalmazásra került, bizonyosan mi is támogatnánk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Folytatjuk, tisztelt képviselőtársaim, az írásban előre jelentkezett képviselőknek a felszólalását. Most Molnár János képviselő úrnak adok szót rendes felszólalásra a Jobbik képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, tisztelt képviselőtársaim, én megdöbbenve állok a fejlemények előtt, 8 szocialista kormányzati év után, és én tudják, hogy nem szeretek visszamutogatni, de 8 szocialista kormányzati év után a felszámoló maffiát, azt a csoportot, amely folyamatosan az ország pénzét, akár magántársaságokról volt szó, akár a nemzeti vagyon részeiről, az ország pénzét folyamatosan szétlopta, elherdálta, maffiaszerű csoportokba szerveződve, működtetve, elherdálta azokat a csődbe ment, vagy szándékosan csődbe vitt cégeket, azoknak a vagyonát. Azt védeni, látványosan kiállni mellette, és arról beszélni, hogy a magyar állam beavatkozik a magánszféra működésébe, ez számomra egész egyszerűen elképesztő. A Jobbikhoz számos olyan panasz ömlik be naponta. Köszönöm szépen. Jobbikhoz számos olyan panasz ömlik be naponta, és valószínűleg önök is így vannak ezzel, tisztelt fideszes képviselőtársaim, ami arról szól, hogy különböző magánvállalkozásokat vagy állami cégeket milyen módon vittek csődbe, és milyen módon vették ki onnan a pénzt aztán, gyakorlatilag igen-igen alul értékelve különböző vállalkozói csoportok, amelyek összejátszottak a felszámolókkal, összejátszottak velük, és gyakorlatilag ilyen módon filérekért jutottak hozzá a pénzhez. Hát ha ezt egy kormány meg szeretné akadályozni, ha egy kormány állami felszámoló biztos jelöl ki az adott feladathoz, és olyan módon szeretné biztosítani a vagyon megóvását, azt, hogy ne kerüljön illetéktelen zsebekbe, én azt gondolom, hogy ez párt függetlenül egyaránt mindenki által támogatható javaslat kell, hogy legyen. Hát mi félnivalónk van egy állami felszámoló biztostól? Sokkal kevesebb ez egész biztos, mint a jelenlegi, nagyon sokszor maffiaszerűen működő felszámoló maffiától. Én azt gondolom, hogy át kellene világítani ezt az egész kérdést, át kellene gondolni ennek az összefüggéseit, és ilyen módon tovább lépve megóvni a nemzeti vagyont. Miről is szól ez a javaslat? Hát először is nemzetgazdasági szempontból jelentős vállalatokat tevékenységi kör szerint felsorol a jogalkotó, milyen területeken gondolja különösen fontosnak a magyar gazdasági érdekek védelmét, honvédelmi, nemzetbiztonsági, energiaellátási, stb. Nem sorolom végig, megteszi ezt helyettem a törvényjavaslat is. Ezeken a területeken nem csak állami és köztulajdonban álló vállalkozások, hanem magáncégek is működhetnek,
kiemelt jelentőséggel. Én azt gondolom, hogy ha ezek a cégek nehéz helyzetbe kerülnek, és felszámolás elé néznek, nagyon sokszor ennek az az oka, hogy valamilyen egyéb kötelezettségtől próbál az esetleg külföldi tulajdonosa mentesülni. Például egy erőmű esetén rekultivációs kötelezettséget tettek korábban az erőmű nyakába, aztán ezt a cég igyekszik megkerülni, és inkább elviszi egészen a felszámolásig a céget, és ilyen módon esetleg a több milliárdos rekultivációs kötelezettségtől igyekszik mentesülni, és a többi, és a többi. Ez egy olyan folyamat, amely abban az irányba mutat, hogy amíg még működtethető a vagyon, addig működtetik, amikor már nem, akkor pedig valakire majd rá fogják ezt hagyni, a magyar állam pedig idézőjelesen élvezheti ennek minden hátrányát.